Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mielőtt indítanék, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a személyes jóslások nem ezen a csatornán jelennek meg, hanem egy másik csatornán, ennek a neve Meisterin des Kartenlegens. De akik videót rendeltek nálam, nem kell keresgetni, mert a linket elküldöm e-mailen keresztül. És most felteszem az első kérdést, mik az ő tervei, és ezt megtekintjük ennél a kirakásnál. Ez a kép ott fent mutatja az ő gondolatait és terveit. Itt látható ez az arany kehely. Ez jelenti a víz elemét, tehát az érzelmeket, és ennek ő tudatában van. Ez lehet a szerelem kettőtök között, vagy jelentheti azt is, hogy érdekli egy spirituális vagy kreatív tevékenység, és itt megvan ez az alkotó erő, megvan ez a belső forrás. Amit még ez a kártya jelent, hogy ő hallgat az érzelmeire. A második kártya pedig direkt mutatja az ő érzelmi világát. Ez a főpap szimbolizálja az ő hitét. Ő hisz abban, hogy minden jóra fordul. Esküszik valamire, és ez az igazság. Tehát, ha ő érzelmekről beszél, és ez eljut hozzád, akkor hihetsz a szavaiban. Ez a főpap utalhat vallási vagy spirituális dolgokra is, az lehet, hogy ő most belülről úgy érzi, ez a terület fontos lesz számára vagy számotokra a jövőben. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mit közöl veled. Ezen a képen láthatóak a csillagképek, ez is utalhat egy spirituális területre. Lehet, hogy itt van köztetek egy kapcsolat, mert téged ez is érdekel, és ő nyitott erre a témára. Amit a csillagok még jelentenek, a szerencse. Ő boldog veled, keresi a kapcsolatot, ezt a közelséget. Nem csak a spirituális területen, vagy nem csak a lelki kapcsolat, ami összefűz benneteket, ahogy a csillagképekben megvan írva, hanem a testi kapcsolatra is utal. Ezt jelentik a korsók. Az egyik korsó arany, és az utal a napra, tehát a férfias energiára. A másik korsó ezüst, ez mutatja a hold energiáját, tehát a nőiességet. És itt találkozik a férfias energia, és a nőies energia, megvan köztetek ez a vonzalom. És most megtekintjük a napi kártyát. A napi kártya utal egy utazásra, külföldi kapcsolatokra, de ez az út lehet egy belső út is. Hova vezet a sors utatok? Azon kívül, amit ez a hajó még szimbolizál, az a remény, tehát ne add fel a hitedet. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok egy szép napot,
Nagyon sok szeretettel, Dendera.